Margit nénire, aki nem tud már eljönni, nem tudott eljönni erre a találkozóra. Én nem találkoztam vele diákként, mert ugye csak hatodikba jöttem az osztályba, de alsó tagozatban az osztálynak a tanítója volt. Ő is tudja, hogy van ez a találkozó, és a jó kívánságra itt a tárgy majd elviszi neki, vagy aki találkozik vele, vagy amikor nem kell. Kedves osztálytársaim, titeket és nagyon sok szeretettel köszöntelek, és nagyon örülök neki, hogy ennyi mosolygós arcot látok. Akik nincsenek köztünk, Anikó felsoroltott, kik vannak igazoltan távol az osztályból. De vannak tanárok is, akik igazoltan távol vannak. Vannak olyan tanáraink, akik már a fentebb való mellől figyelik a mi botlásainkat, és jókat derülnek, hogy na öreg, ezt még mindig nem tanultad meg, ezt még mindig nem tudod, de még van lehetőséged javítani, úgyhogy hajrá. Hát értük igen, ez a gyertya, hogy emlékük a szívünkben benne van, de egy kicsit most ebben a lépőben is megjelenjen a gyertya, égő lángja vágya. Mióta Árpitól megtudtam, hogy lesz ez a találkozó, olyan sokféle gondolat kavargott bennem, gondolom ezzel mindannyian így vagyunk. Kerestük a régi emlékeket, az élményeket, sztorikat. Azt mértében ezek olyan állandó egységek, a hajdan, az órák, a napok múlását vártuk. Emlékszem, és nagyon akartam 16 éves lenni, miért, ki tudja. És mindig úgy tudtuk, hogy ezek állandó egységek. És most azt kezdem érezni, hogy mintha eltűntek volna ezek a mértékegységek az életemből. Most mit mérünk? Legkisebb egység talán a hét, aztán a hónap. Én akkor azt mondtam, tehát is az jellemző, hogy például ugye mi hárman vagyunk testvérek, egyedül én maradtam aztán Debrecenben, a húgom a Szegeden, a bátyám pedig Szabolcsban találtak meg az életüket, és ők, tehát bármilyen területen van az ember, ezt azért mondtam, hogy előzetesben, hogy nagyon nehéz volt beilleszkedni, akármilyen orvosként, bárként dolgozol, ott csak évtizedek kellenek, hogyha férhez mész, benősülsz, ők úgy mondják, nem nagyon fogadnak el, több generációnak kell eltelni ahhoz, hogy azt mondják. Meg más mentalitású emberek van. Cibis. Én elmeséltem Marikának, hogy én itt ugye latint tanultam első évben, ott egyetlen gimnázium volt, a Csokonai gimnázium, ahol fogadtak úgy, hogy nem kellett évet ismételni, ott orosz-francia tagozaton, úgyhogy franciából, tehát egy fél évig nem vizsgáztam, nem lettem magántanárhoz, és akkor év végén lefelejtsem. A bemutatkozásom a gimnáziumban az úgy kezdődött, hogy a és hogy én mint diákként megfogtam a tanítványt, és kerestem a szívat. És szembe jött velem egy pedagógus, és köszöntem, hogy jó reggelt kívánok, és legyen szíves, és legyen szíves. Ez a szó, és nagyon most sem, tehát használj át, tessék, tessenek, és ott a diák.